Április végétől augusztus végéig. Ez az az időszak, amikor kevésbé leterheltek a kéményseprők. A legtöbben azonban még mindig ősszel a fűtési szezon kezdetén hívják őket, a katasztrófa védelem nyári kampánya ellenére is. Lépni még most sem késő, legfeljebb többet kell várni rájuk, de a kémény ellenőrzést minden évben ajánlott elvégeztetni. Ennek a munkának a fontossága a tűzmegelőzésben és a színmonoxid mérgezésen járó balesetek megelőzésében is bizonyított. Egy ilyen kéményseprés bizalmi dolog. Nyilván be kell, hogy engedjük otthonainkba a szakembert, és tegyük ezt saját magunk is környezetünk érdekében. Ezt csupán, hogyha minden rendben van, ez egy kb. 30 perces időszak, időtartam, amikor a szükséges szakma szerinti fogásokat, ellenőrzési folyamatot elvégzik a kéményseprő kollégák. Bő három évet 17 megyében a lakosság vonatkozásában a katasztrófa védelemhez tartoznak a sor munkában végzett és a családi házakban kért ellenőrzések. Ezek ingyenesek az ott lakók számára, vannak azonban akiknek fizetniük kell a szolgáltatásért. Ha például a mi családi házunkban egy vállalkozáson bejegyeztetve, és az használt épületrészhez kapcsolódóan kémény is van, akkor az díjköteles lesz, illetve társas ugyanígy, vagy gazdálkodó szervezek tulajdonában lévő épületeknél az ott lévő kémények vonatkozásában díjköteles lehet, vagy lesz a kéményseprés, vagy az ellenőrzés. Ennek elvégzését bármelyik regisztrált szolgáltatónál megrendelhetjük, amelyek listája megtalálható a katasztrófa védelem weboldalán, de hívhatjuk a hatóság munkatársait is. Fontos tudni, hogy azok a fűtőberendezések, amelyek nincsenek megfelelően ellenőriztetve és karbantartva, komoly kockázatot jelentenek a lakókra, ahogyan az elégséges levegő utánpótlás hiánya is. Nincs olyan év, hogy ne történne szénmonoxid mérgezés hazánkban valahol. Idén eddig 56 ilyen eset történt a megyében, amelyekben három ember vesztette életét és 17-en sérültek meg, az eddig előfordult 90 kémény tűzben pedig hárman sérültek meg.